kardiológiai vizsgálat, EKG állapotfelmérés, bokakarindex meghatározás, csontsűrűségmérés, valamint dietetikai tanácsadás is várta a maroshegyieket szombaton a Gátonyi Géza művelődési házban. Az egészség napokat körülbelül havi rendszerességgel szervezi meg Székesfehérvár önkormányzata, hogy minél nagyobb eséllyel előzhessék meg a megbetegedéseket a városban élők. Sok esetben jelentkeznek betegek nálunk mérsékelten magas vérnyomással, mérsékelten magas koleszterin értékekkel, kicsit megugrott vércukorértékkel, amikor még nem is feltétlenül szükséges az, hogy elindítsunk egy gyógyszeres terápiát. A beteg örül is neki, hogyha bevonjuk őt ilyenkor a döntésbe, elindítunk egy olyan jellegű kezelést, amit igazából ő tud szabályozni. Ez lényegében egy életmódváltás. Ebbe beletartozik a mozgás, beletartozik az étkezés átalakítása, de ahhoz, hogy ezt megtaláljuk, ahhoz szükség van erre ebben a pillanatban az egészségfejlesztés irodától szervezett rendezvényekre, vagy a munkánk során a prevenciós szűrésekre. Östör Anna Mária egészségügyi sport és társadalmi fenntarthatósági tanácsnok elmondta, szerencsére a tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre több székesfehérvárit mozgat meg az egészségnap, ezzel téve egy lépést az egészségesebb élet felé. A legfontosabb az, hogy Székesfehérvár köztudatában már létezik az, hogy szűrővizsgálat. Hogy nekünk is kell tennünk az egészségért, nem állhatunk ölbetett kézzel, és csak várjuk, hogy mi lesz velünk, hanem tudunk tenni az egészségünkért, egészséges életmóddal, egészséges táplálkozással, mozgással, és azzal, hogy néha eljövünk szűrővizsgálatokra. A Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda következő szűrőnapja március 9-én szombaton lesz a Család és Nővédelmi Központban. A nőgyógyászati szűrőnapra előzetesen hétfőn és kedden 8 és 16 óra között lehet jelentkezni a képernyőn látható telefonszámon.